Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, a téli szünet után márciusban újból kinyitotta a kapuit a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub. Most kivételesen egy könyvbemutatóval vette kezdetét a tavaszi programsorozat. Nagyon jól sikerült a márciusi rendezvényünk, amikor a Baranyi Noel könyvbemutatóját tartottuk. Sok idegen arc jött le hozzánk, ennek mindig örülünk, mert hát olyan emberek is lejönnek akkor a klubba, akiket még nem ismertünk, úgyhogy ez jó, mert hát a klubnak a hírét viszik. A kulturális program sorozat májusban tovább folytatódik. 17-én péntek este a Jazzen túl játszik majd a közönségnek. Mint ahogy a zenekar közösségi oldalán a bemutatkozásuknál olvasható, az együttes pusztán abból a célból alakult, hogy a tagjaik örömüket lejjék a közös zenélésben. Mindezt a smooth jazz, a jazz rock, a soul, a jazz hop stílusokban találták meg. Ebből csemegéznek majd az érdeklődőknek is. 2018-ban alakultak, és most 24-ben, tehát évelejétől kvartettként játsznak, tehát négyen vannak, Szalai Vilmos, Cseke Gábor, Barta József és Tóth István. Én még nem nagyon ismerem őket, úgyhogy én kíváncsi várom, hogy milyen lesz a formáció. A rendezvény ingyenesen látogatható. A szervezők és a zenekar is minden jazz muzsika kedvelőt vár péntek estére.